A Gyalog Galog című filmben, amikor mondják, hogy visszük a hullákat, tény, hozzátok a halottakat, és oda viszik az öreget. Még nem vagyok halott, mit mond? Semmit, semmit, itt a pénz. Na én így érzem magam, mint az öreg. Itt vagyunk a Dancing with the Stars harmadik adásának a végén, ahol a kiesőkkel beszélgetünk, Bárdossy Sanyival és Szőke Zsuzsival. Hogy érzitek magatokat most, hogy elbúcsúztatok a versenytől? De nyilván nem jól, tehát azért igazából én még fel se fogtam ezt az egészet, ugye fél órája kezd el tudatosulni körülbelül, hogy akkor jövő héten már nem fogunk itt táncolni élő adásban, legalábbis én a nyitányokban ugye benne leszek, aminek örülök, de hát sajnos ez a munka most véget ért, és nyilván én szerettem volna még ezt sokáig folytatni, idén így alakult. Gyakorlatilag a Gyalog Galog című filmben, amikor mondják, hogy visszük a hullákat, tény, hozzátok a halottakat, és oda viszik az öreget. Még nem vagyok halott, mit mond? Semmit, semmit, itt a pénz. Na én így érzem magam, mint az öreg. Tehát, hogy hát most így nem vagyok halott, de hát... Csalódott vagy, még mentél volna még tovább. Elvitettek. Igen, föltettek. Nem akarok a taligára kerülni, ne kényeskedj, mint egy gyerek. Na, és akkor föltettek az... Azt elvittek. Igen. Még engem is. És akkor az a baj, hogy őt is. Tehát az a baj, engem aztán lehet alázni, mert elfér a pofámon, de Zsuzsit ne bántsuk már, annyit dolgozott engem velem. Engem nem bántottak azért. Jó, de ki hozta belőled amúgy szerintem a legtöbbet? Ördög Nóri a sajtótájékoztatón nekünk azt mondta, hogy rád kíváncsi a legjobban, hogy mit fogsz itt a színpadon produkálni, és szerintem egyébként bebizonyítottad nekik, hogy igenis jól tudsz táncolni. Azért nem. Szerintem szuperek voltatok. Hát jó, csak az Ördög Nóri itt, amikor el kellett mondani, hogy mit látott, akkor soha nem azt látta, hogy jaj, megcsináltad azt a lépést is, jaj, meg jaj, azt is csináltad, de jó, még sasszikápát is csináltál, de jó, meg... És, hanem minden mással el volt foglalva, csak éppen azzal nem, hogy a tánc. Hát én imádom, szeretem a zsűrit, de azért kösz szépen. Ezzel az elővel a, mit tudom én, a Stevie Wonder is itt ülhetett volna a zsűriben, Facundo Arana után, mert hogy akkor kb... Facundo Arana jókat mondott. Ő jókat mondott. Ő tényleg jó fej volt. Ő volt a jó zsaru a zsűriben. Igen, jó, de egy jó zsaru és négy rossz, ne viccelj már. Tehát, hogy utána Facundo helyett ide kellett volna hívni tényleg a Stevie Wondert, és akkor az elmondta volna, Sanyi, nagyon jó volt, ez tök jó. Én úgy láttam, hogy a legjobb vagy. És akkor megint lett volna egy jó zsaru, de hát minden, nem tudok mit mondani. Sajnos ez ilyen. Figyelj, én azt mondom, hogy legjobb voltál, legjobbak voltatok. Egy utolsó kérdés. Azt szerintem rólad lehet tudni, hogy ezek miatt a nagyon menő öltönyök és ruhák miatt is érkeztél. Hiányozni fognak ezek a menő ruhák? Hát szerintem ismeritek a ruhászkodásom és az öltözködési szokásaim. Ezen túl csak flitteresbe fogsz. Extrázni fogod a mindennapi ruhákat. Ennél azért jóval egyszerűbb fiú vagyok én, tehát hogy hát szerintem így a hátralévő életemre így ezeket le is tudtam, hogy flitteres meg. Sose lehet tudni. Ne, valószínűleg, de hidd el, azért ezt lehet tudni. Akkor ezt meghagyjuk Zsuzsinak. Köszönöm.